Folytatjuk kalandjainkat az ingerek félkarú rablóján. A következő felvételen az ABC, azaz az árnyékoló boxklub jeles növendékét láthatjuk. Jó, na én veled nem játszom. Most pedig tanuljunk meg csajozgatni. Szia, tetszik a kabátod. Úristen, köszönöm szépen, nem is tudom, szerintem ez egy... Ilyen létezik? Ezt nem akarom elhinni. Válaszolt neki egy lány. Azt hittem, ilyen csak a mesében van. Na ezek után mondja valaki, hogy nem érik meg ezek a több százezres pick-up artist tanfolyamok. Mondjuk azért megvárhatta volna a választ, mert engem tényleg érdekelne, hogy honnan van ez a gyönyörű, szépséges kabát. Ám közben zsebibabának nincs szüksége ilyen zseniális pick-up line-okra, ő bármikor felszedi bárkinek a bárkijét. Nekem nem kell megjátszanod magad, flagmázni, mert bármikor felszedem a pasidat. Tudod? És Zsebitől mindig számíthatunk egy napi bölcsességre. Akinek nem inge, az ne vegyen magára, de akinek meg túl kicsi az inge, az meg nőjön bele. És akinek túl nagy az inge, az meg fogjon bele. Azt hiszem, be kell iratnom a Zsebibabát is az úri nők akadémiájára, hogy tanuljon egy kis modort, meg etikettet. Kedves úrhölgyek, tanuljunk együtt! Hova nem kerül az étterembe a táska? Természetesen nem cseszed le így az asztalra, még akkor sem, hogyha sokkal kisebb. Ha egy kisebb táskád van, azt esetleg be tudod tenni az öletbe, de ezzel mondjuk elég hátrányos helyzetben lennék a vacsoránál. És nagyon helyes, hogy ott van a kés fölött a déli 12-nél a késbak. Semmiképp soha nem teszed le a földre, és nem akasztod magad mögé. Nem tesszük a táskát se az asztalra, se a földre, se a székre. Ne legyél már tróger, eddig így csináltad tényleg. Most jön a megoldás, figyeljé. De a legegyszerűbb és legpraktikusabb, egyrészt, ha van saját táskaakasztód, amit viszel magaddal, és arra fel tudod szépen akasztani a táskádat. Így. Mindig legyen a táskádban egy táska akasztó a késbak mellett. Ne legyél már tróger senki házi, jó? A legjobb helyeken fogják a kezükben a táskát a szolgák. És a kaja végén meg bele kell söpörni a maradékot a ritikülbe. Ez nem hagyjuk csak ott. Reggelre jó lesz. Három dolog, amit semmiképp nem tesz egy úrinő idén karácsonykor sem. Jaj! Ezt vagy hanyagoljuk, vagy tartsuk meg inkább majd a szilveszteri partira. Jaj! A kínai piac már nem csak a Shein formájában költözött a netre, rendeltem a Shine-ról, hanem igazi húsvér formában is. Itt van az ecseri kínai bolt marketinges mesterelméje, Mei, aki mindig tájékoztatja a közönséget a legújabb termékek érkezéséről. Csica kesztyűk, és csicsa táskán, vászon táskánk. Nézd, milyen cukika! Melynek minden problémára van egy olcsó cicás terméke, és igazi sláger terméknek számít nála a cica WC. Három szín van cica WC. Kék szín, piros szín és zöld szín. Nekem a zöld színnő a kedvencem. Ez ilyen csinálni kaki. Mondjuk tényleg megéri 4999 forintért a cica WC, hogyha a fogantyúja kakilapát is egyben, és lehet vele csinálni kakit. Csinálni kakik. Mondjuk én kutyás vagyok, hogyha esetleg van kutya WC is, akkor az lehet, hogy érdekelne. Mutatom cica zokni, 500 forint. Van nagyon sok szép minden, aranyos minden, cica zokni. Ó, de jó, nézd. Milyen cuki. Nekem is van cica zokni, nagyon cuki. 3 darab, 10,500. Akkor nincs, nagyon cuki. 1500. Ha a cica WC 5000 és a táska 1500, akkor tökre megéri a táska. 3-at kapsz belőle, és még marad is pénzed. Ám a boltokban nem csak a ninjáim és gézuék tartózkodnak, hanem nagyon veszélyes mafiózók is tervezgetik a mestertervüket. Első nap, hogy megpróbálom megvenni a kék termékelosztót. Csokinak átszáztam. Az istenit. Csodálkoztam is volna, hogyha már rögtön az első nap sikerül az akció ennek a szimpatikus hangú fiatalembernek. Ám a szimpatikus orgánumú fiatalember nem adja fel. Második nap, hogy megpróbálom megvenni a kék termékelosztót. Megpróbáltam kéztőlőnek álcázni. Az istenit! Bár megértem, hogy eltorzítja a hangját, mert ezek után biztos, hogy keresni fogja a CIA meg a KGB. Szerintem legközelebb a Toblerónék közé kéne rejteni az elosztót, 4-5 rúddal biztos, hogy működhet. Esetleg meg lehetne kérdezni a
Ecser ismerjét, hogy van-e neki egy cuki cicás termékelosztója. Én cicát dolgok, nagyja cuki. Minden esetre én szurkolok neki, a kitartó munka mindig meghozza a gyümölcsét. De nézzük meg, hogy az igazi magyar celebek hogyan tiktokoznak. Nem csak az ilyen lótifuti tiktokkerek, az igazi állistás magyar celebek. Nézzük, ők csak tudnak valamit. Nem zavar, hogyha magamban beszélek? Engem ugyan nem. Téged meg ki a f*** kérdeze? Tényleg tudnak valamit ezek a magyar celebek. Azért nem véletlenül vannak ott, ahol. Öcskös, zárd be az asszonyt otthon egy hétre. Apád megnyilatkozott. Veszélyzóna van. Majka is csak a legalja hangokra tátog rá, valamiért ezekben találta meg önmagát. Hamu pipőke ajkakról fogunk beszélgetni. Így hívják ezt, hogy hamu pipőke aj, a feltöltött ajkakat hamupipőkeként próbáljuk. De én akkor már megnézném a másikat is. Hol van? Hol van a gót? Megvolt a napi frusztrált háziasszony humor. Ez a góttabi aztán nagyon tudja, hogy milyen kontenttel lehet megszólítani az antidepresszánsokon élő háziasszonyokat. Ha ezzel kiválóan tudnak azonosulni a rossz életű kis emberek, akiknek az egyetlen szórakozása a Sztárban Sztár. Mondjuk egy kicsit nem fura, hogy a vezeték nevén hívja a férjét. A Kraus. Még az Eminem is megmondta, hogy nem szabad gyereket vállalni, az kín szenvedés. Mit fog ezek után szólni a főnökség a góttabinak? Hogy lesz így három gyerek? Amúgy meg nem lenne szabad neki az ilyen liberális technóra csapatni. Csak is magyar nótát hallgathat a Tóth a Krausszal. Vigyázni, ővel csak óvatosan cicázni. Meg az is érdekelne, hogy mekkora virgácsot hoz a Krampus Krausz a góttabinak. A Majka papa meg a góttabi a tökéletes párosítás. Ők ketten bizonyították be, hogy mi mindent lehet elérni ebben az országban, ha felfele nyalsz, és lefele taposol. Ettől a videótól be is iratkoztam az onyomban a szihiációhoz. Tudtad, hogy ezeket mind a szorongásod miatt csinálod? Gyakori a gyomorég és égő érzés a mellkasodban. Nem. Gyakran jársz a mosdóban, mintha mindig fel lennél fázva. Gyakran nem. Keresed, hogy merre van a legközelebbi WC, ha valahova elmész. Ez a kettes meg a hármas az nem ugyanaz? Úgy hívják, hogy gyors anyagcsere. Állandóan izzadsz, vagy éppen teljesen megszűnt az izzadásod. Na most melyik a baj? Az, hogy izzadok, vagy az, hogy nem izzadok? Most döntsük már el. Ötödik pont, folyamat zabálsz, vagy megszűnt az étvágyad. Vagy, miután bezabáltál, megszűnt az étvágyad. Én ebben a helyzetben szakemberhez fordulnék. Ez kicsit olyan, mint a horoszkóp, hogy mindenki elhiheti, hogy ezek igazak rá, és utána bemagyarázza magának, hogy szorong. Gyakori fejfájások. Nem. Hirtelen romlott a memóriád, állandóan fáradtnak érzed magad. A hirtelen rövidi, hoppá! Megfogtam a szigológus nénit. Hogy hívják a fölborult BMW-st? Ezt elb***tam volt. BMW. Home office disco.